Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Szabó Balázs zenetörténész, zenekritikus, pedagógus, aki fantasztikusan intenzív életet él, és meg kell, hogy mondjam, már számtalanszor gondolkodtam azon, hogy meginvitálom ebbe a műsorba. Ez valamiért elmaradt, ugyanakkor most eszembe jutott, időben azért teszem hozzá, hiszen szembesültem azzal, hogy a 2000-ben, tehát az évezreddel kezdődő Musica Bella koncertjén jártam, és akkor találkoztunk, és akkor hívtalak meg. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, köszönöm a meghívást. Hála Istennek, hogy el tudtál jönni hozzánk. Mégpedig azért, mert ha az élettörténetedet nézzük, a szakmai pályafutásodat, ez egy páratlan történet. És akkor vágjunk a közepébe, mert hogy annyi minden történik veled napról napra, illetve az elmúlt 20, több mint negyed század óta, mióta itt vagy velünk nekünk Fehérváron, hogy az egy fantasztikus történet önmagában, külön-külön is. És ugye azt tudjuk, hogy 1993-ban végeztél a Zeneművészeti Főiskolán, de mi vezetett azt az utat, röviden elemezzük, ami a zene felé vonzott, vitt téged? Igen. Az út tulajdonképpen mondhatnám, hogy családilag predesztinált út volt, hiszen édesanyám 40 éven keresztül játszott a Székesfehérvári Szimfonikus Zenekarban, mint a második hegedű szólamvezetője, és sok-sok évtizeden keresztül tanított a Székesfehérvári Állami Zeneiskolába. Édesapám vegyészmérnök, az Ikarusz gyári fővegyészeként ment nyugdíjba, de ő is zenerajongó, lelkes kórusénekes mind a mai napig. Tehát a zenével való kapcsolat az, hogy így mondjam, a szülői házból fakad, és át voltak itatva a napjaink a zenehallgatással, magával azzal a ténnyel, hogy hangversenyekre jártunk, koncerteket hallgattunk. Úgyhogy elég egyértelmű volt, hogy amikor abba a korba érek, persze most a saját nevembe beszélek, de a testvérem nevébe is beszélhetnék, akiből igen, szintén muzsikus lett, és aki szintén ugye itt tanít már évtizedek óta Székesfehérváron. Szóval amikor elérjük azt a kort, hogy a zeneiskolába beiratkozni esedékes lesz, akkor természetesen be fogunk iratkozni a zeneiskolába. Én nálam ez 1978. szeptemberében történt, amikor is Tatár Dezsőné Judit néni hegedű osztályába nyertem felvételt, és 1985-ig a Székesfehérvári, akkor még állami zeneiskolába nála tanultam hegedűt. Onnan 1985-től 89-ig a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskolába vezetett az út, ahol Kovács Péternél tanultam hegedűt, és 1989 és 93 között pedig a győri, egész pontosan a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola győri tagozatán végeztem, Potov Csaba hegedű művész irányításával, és 93-ban ott szereztem meg az első diplomámat. Hegedű tanárként. Hegedű tanár és hegedű kamaraművész, egész pontosan ez volt a diplomában. Arról majd beszélünk, hogy láttunk-e már hegedülni, vagy sem, itt Székesfehérváron, én például nem, ezt fájó szívvel mondom. No, a tanításban megtaláltad a helyedet, tehát ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor nem elégedtél meg mindezzel, hiszen elindultál egy olyan úton, ami ma is fémjelzi a mindennapjaidat, hiszen először is ugye a Budai úti református templomban azért tudjuk, hogy már 94-től, tehát az idei esztendőben negyed százada egyházzenei szolgálatot végzel. Tehát ez egy kivételes. Tehát így akkor nem is kérdezem, hogy a hit milyen szerepet játszik az életedben. Igen, végül is ez megint egy ugyanolyan magától értetődő dolog volt, mint a zenetanulás vagy a zenével való foglalkozás, hiszen mi egy tradicionális kálvinista családnak számítunk. Felmenőim között számos református lelkipásztor is van. Úgyhogy rögtön az első eszmélésem óta már a templom környékén emlékeim vannak, hiszen nagyon hamar elkezdtünk, akkor ugye még csak a Széchenyi utcai református templom volt Fehérváron, illetve hát a Maroshegyi imaház, de mi a Széchenyi utcában jártunk, és ugye én ott úgymond az antivilágban, vagy az átkosban is végigjártam a hittanórákat, konfirmáltam, és az egyház zenei tevékenységekbe is nagyon hamar becsatlakoztam, hiszen amikor
amikor az első normális hangokat már a hegedűn meg tudtam húzni, akkor azonnal az egyházi kórus kíséretében ott találtam magamat édesanyám mellett, tehát akár a karácsony esti istentiszteleteken, akár más alkalmakon közreműködtünk testvéremmel együtt is. És innen már egyenes út vezetett oda, hogy 94-ben, amikor a budaörsi templomban elindultak az istentiszteletek, tényleg egészen pontosan 25 éve, és kántort kerestek abba a gyülekezet részbe, akkor én örömmel vállalkoztam, és hát általában az én életemre ez jellemző, hogyha valamit elkezdek, akkor azok hosszú-hosszú vállalásoknak bizonyulnak, tehát azóta is ott vagyok 25 éve. Igen, hát amit az imént mondtál, ezt megerősíthetjük, hiszen 95-ben pedig elindultál egy harmadik úton, zenetudományt tanultál, és ugye abból is doktoráltál. Mi vitt arra, mi késztetés jelentett neked a zenetudomány önmagában? Hiszen önmagában is tanítani azt mondjuk, hogy az egy teljes embert kíván. Ugyanakkor a zenetudományban is elmerültél, és ugye kvalifikált és kvalitásos zenetudósnak mondhatunk téged a magyar viszonylatban. Igen, ez biztos igaz, hogy megint a gyermekkorba, az egészen kiskorba visszavezető érdeklődés volt, hiszen nagyon sok zenét hallgattam már általános iskolás koromban is, és anélkül, hogy erre bármilyen felszólítást vagy feladatként ezt elém tették volna, én például minden egyes jelentős előadó művésznek utána néztem a zenei lexikonban, elolvastam az operák történetét, tehát volt bennem egyfajta természetes, és el kell, hogy mondjam, hogy máig nem csillapuló érdeklődés a zene története iránt, a nagy zeneszerzők, a zeneművek, a különböző műfajok iránt. A szakközépiskolában a zenetörténet tanárom, hadd említsem meg a nevét is, Rostetter Szilveszternek hívták, ő fölfigyelt erre, és másodikas voltam a szakiskolába, amikor már jelezte, hogy én nekem ezzel komolyabban kellene foglalkoznom. Tehát tulajdonképpen nem egy légből kapott ötlet volt, hogy én miért pont a zenetudományi pálya fele fordulok, csak a hegedülés is nagyon érdekelt, és szabadjon így mondanom, hogy nem ment annyira rosszul, hogy ne fejezzem be ott is egy diplomával a tanulmányomat. Ezt azért mondom, mert Rostetter tanár úr már a szakiskolából el akart engem küldeni a Zeneakadémiára. Úgyhogy így az egy néhány évet késett, de ami késik, nem múlik, és 95-ben már itt tanítottam, amikor jelentkeztem a Zeneakadémiára. Ugye ott csak nappali tagozaton lehetett elvégezni, úgyhogy egy újabb, nagyon kemény 5 év volt, amíg a diplomámat megszereztem, és hát utána még majdnem másfél évtized, amíg a doktori képzést, illetve a... Ugyanakkor folyamatosan hasznosítottad a tanulókat zenetörténészként és zenekritikusként is. Így van. Tehát ugye ez természetes, mi arra figyeltünk fel egy időszakban, hogy a Megyei Labban folyamatosan jelennek meg kritikáid, és ráadásul olyan stílusban írtál, hogy a klasszikus zenével nem foglalkozók is megértették az alapjait. Márpedig ezt mindenképpen a javára kell írni egy zenekritikusnak, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy annyi terminus technicus van a zenében, hogy egy köznapi ember jószerivel nem tudja kibogozni, hogy miről ír a zenekritikus. Nálad ez másként van. Igen, 2002-ben kezdődött egész pontosan, 2002. februárjában írtam az első kritikámat, ha jól emlékszem, pont Jandó Jenő 50. születésnapi hangversenyéről, és azóta 17 éve, igen, ez folyamatosan megy, ez a vonal. A kritikák stílusára vonatkozóan Kró tanár úr volt, ugye Kró György, a 20. század talán legjelentősebb magyar zenekritikusa volt a tanárom a Zeneakadémián, ami egy óriási szerencse volt, és egy kivételes lehetőség. Nos, ő nagyon sokféle stílust megmutatott nekünk a zenekritikán belül, és fölhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki közülünk professzionális módon foglalkozik zenekritikával, akkor természetesen az az újság az mindig meghatározó lesz, ahova dolgozik. Úgyhogy 2002-ben, amikor a Fejér megyei hírlap akkori főszerkesztőjével leültem egy nagyon rövid és nagyon jó hangulatú munka megbeszélésre. Ezt megbeszéltük, hogy megpróbálunk kialakítani egy olyan stílust a zenekritikán belül, ami illik egy ilyen megyei napilapnak a profiljába, hiszen ugye nem szaklapról beszélünk, hanem egy olyan újságról, ami elvileg a politikától, a gazdaságon át, a kultúráig mindent igyekszik lefedni, és az olvasó közönség felé közvetíteni. Ha sikerült ez, hogy eltalálni
találni egy olyan stílust, ami valóban úgy szakmai, hogy egyben közérthető, és hát én vagyok a legboldogabb, de való igaz, hogy kapok állandó visszajelzéseket az olvasóktól, és ezeket mindig igyekszem nagyon megfogadni, és ezekre odafigyelni, hogy hol érezték azt, hogy esetleg egy kicsit nehéz volt, vagy hol érezték azt, hogy ez most pontosan el volt találva. Én úgy érzem, hogy sikerült egy megfelelő kompromisszumot kitalálni, és úgy lehet a kritika tényleg a szakmát értékelő és a teljesítményt értékelő, hogy közben eriassza el az átlagos olvasókat. Ugye Kró Györgyre visszatérve, nagyon sokan azt mondják, hogy hát így könnyű. Én pedig erre azt tudom mondani, hogy így igazán nehéz, ha valakinek ilyen mestere van. Igen. Ugyanakkor, ugye kicsit elszaladtunk, ott ugye 2002-ről beszéltünk, de fontos volt a 2000, mégpedig azért, tehát az én indítatásom a Musica Bella. Én azt figyeltem meg egyébként, mert hogy nem csak a Musica Bella koncerteken találkozunk, hanem több olyan koncerten, amit a tanítványaid adnak, hogy cáfolj meg, ha nem így van, de így van. Rajonganak érted a diákjai. Igen, ezt nem tudom, ezt őket kellene erről megkérdezni. Az biztos, hogy én nagyon szeretem a tanítványaimat, függetlenül attól, hogy milyen évjáratba vagy milyen generációhoz tartoznak. Az én pályafutásom olyan szerencsésen alakult, hogy a legkisebb tanítványom 10 éves, és a legidősebb az egyetemen, a Győri Széchenyi Egyetem művészeti karán. Hát bizony már 26-27 évesek is, tehát egyformán taníthatok alap, közép és felső fokon. És számomra ez egy nagyon nagy kihívás, és egyben nagy öröm is, hogy ennyiféle emberrel, ennyi növendékkel, különböző típusú és különböző jellemű növendékkel foglalkozhatom, és különböző életkorú növendékekkel. Épp mostanában számoltam ki, hogy évente körülbelül 220-230 növendéken van a három iskolában. Igen, tehát alapfokon, középfokon és felsőfokon. Igen, mert a Győri Főiskoláról még nem beszéltünk, igen, hogy alig egy évtizeddel azután, hogy diplomáztál, visszahívtak, és ez azt hiszem, hogy megerősítés mindenféle, igen, értelemben. Igen, én is úgy éreztem, és ez szakmai szempontból egy óriási kitüntetés volt, és egy óriási lehetőség, hiszen nagyon nehéz ugye a felsőoktatásba tanárként bekerülni. Én megtettem mindent, hogy igazoljam az ő választásuknak a helyességét, és íme 17 éve vagyok ott is már 2002. szeptemberétől. Időközben ott ugye léptem elő a ranglétrán, először tanársegéd voltam, aztán főiskolai adjunktus, és amiután a doktori fokozatot megszereztem, most jelen pillanatban egyetemi docensként dolgozom az egyetemen. Viszont egy nap csak 24 órából áll. Én azt gondolom, hogy most ezt játékosan fogalmaztuk meg, de teljes embert kíván a hivatásod valamennyi ága. Hogy sikerül boldogulnod? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly szervező munka eredménye, hogy teljességgel ott legyél, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy mindent komolyan veszel, ami téged érint, illetve amit a zene érint általában. Igen, tény, hogy nem is nagyon van nekem más hobbim ezen kívül, tehát a zenélés, a zenével való különböző szinteken való foglalkozás nagyon kitölti a napjaimat. Persze, hát nyilván foglalkozom, a történelem mindig nagyon érdekelt, az irodalom nagyon érdekelt, most már több mint egy évtizede a kínai harcművészet, ugye a Tai Chi Chuan szorgalmas gyakorlója vagyok, igen. De tény, hogy tehát nem gyűjtök bélyegeket, képeslapokat, nem foglalkozom az autókkal. A zenélésnek ez a több területen való intenzív megélés, ez valóban kitölti a napnak, tehát nem csak 24, hanem a 48 óra lenne, az is kevés lenne. Kérdésedre visszatérve, nyilván ez csak úgy működik, hogy bizonyos pontokon a prioritásokat kell meghatározni. Például most ezekben a napokban, hetekben, amikben most ez a beszélgetést rögzítjük, az iskolákban zajlanak a vizsga napok. Nyilván most a tanításra összpontosítok, illetve a vizsgáknak a levezénylésére. Vezénylés, ugye erre jut eszembe, hogy a múlt héten nagy örömmel találkoztunk a Musica Bella évadzáróján, és azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon hangulatos és nagyon jó hangversenyt hallhatott a közönség, ami nagy öröm volt számunkra, hiszen 7 koncertet adtunk ebben az évben, összesen nagyon komoly munkával készültünk fel erre a zárókoncertre. Szóval most a következő 1-2 hétben a vizsgáztatás áll középpontban, nyár az a zenetudományi, tehát a kutatási és a különböző komolyabb zenetudományi munkák megírásáé, szeptembertől aztán kezdődik újra a tanítás. Igazából egy egyensúlyi helyzetet kell mindig kialakítani, amelyben mindig van valami,
ami éppen azon abban az időpillanatban, abban a héten vagy hónapban elsőséget élvez. A könyvekről beszéljünk, hiszen a nyár az övék lesz. Ugye a kezünkbe foghattuk már Gárdonyi Zsolt és Zoltánról, a Református Egyházának két kiválóságáról, apa és fia történetét. Igen. Honnét jött a gondolat, hiszen azt tudjuk, hogy a Szent István Művelődési Házban személyesen is találkozhattunk az egyik Gárdonyival, tehát a fiúval. Igen. És megjelent ez a kötet. Igen. Hartyáni Judittal örömmel vettük kézbe, mert hogy ez egy nagy lépcső mindenféle értelemben. Igen, tulajdonképpen a református egyházzenével való foglalkozás vitt el nyilván magától értetődő, hogy a két Gárdonyinak az életművéhez, hiszen ugye ők a legjelentősebb magyar református zeneszerzők. Ez valahol ott a 90-es évek közepén végén történt, és 2001-ben Gárdonyi Zsoltnak volt egy kurzusa a Zeneakadémián. Én őt addig nem ismertem személyesen, csak hallottam játszani a rádióban orgona hangversenyét, és 2001-ben, amikor ezt a Zeneakadémiai kurzust tartotta, én elmentem erre a kurzusra, és a kurzus szünetében összeszedve minden bátorságomat bemutatkoztam neki, és jeleztem, hogy foglalkozom én is a református egyházzenével, és hát a Gárdonyi család zenével. Nagyon kedvesen reagált, és ebből a reakcióból aztán a következő év 2001 márciusában egy székesfehérvári látogatás lett, amikor személyesen eljött egy hangversenyünkre a budaiti református templomba, és úgy mondhatom, hogy egy nagyon-nagyon jó személyes és szakmai kapcsolat alakult ki aztán ebből a következő évtizedek során. Én is meglátogathattam Würzburgban, ahol él több alkalommal, és ő maga többször járt Székesfehérváron, és már most látom magam előtt, június 15-én Budapesten a Vándorkórusnak lesz egy nagyon szép hangverseny, ahol Gárdonyi Zsolt műveket fognak többek között előadni, és Horváth Márton Levente, kortárs magyar zeneszerző lesz ennek a koncertnek a másik vendége. Ezt a koncertet én fogom moderálni, és utána pedig Gárdonyi professzor úr néhány napra Székesfehérvárra lejön, és itt fogunk együtt dolgozni, következő nagy projekteket készítjük elő. Igen. Hiszen a távlati cél egy többek között egy monográfia megírása a Gárdonyi családról, és erről is fogunk többek között. Tehát egy intenzív kapcsolat van, tehát mondhatjuk így a Gárdonyi család és Székesfehérvár között, ami úgy gondolom, hogy nem csak nekem nagy öröm, hanem Székesfehérvárnak is, és nem csak a református gyülekezetnek. Időközben azért működik az egyesület, amit a testvéreddel, lánytestvéreddel együtt csináltok. Én azt gondolom, a Szent István Művelődési Házban gyakorta találkozunk ezzel, tehát arra is kell idő. Igen, bár itt én mondhatom, hogy kültag vagyok, tehát természetesen tagja vagyok az egyesületnek, de a szervezési munkák, az a testvérem, illetve édesapám, mint egyesületi titkárnak a kezébe vannak. Ha hívnak, és szerencsére hívnak, természetesen szívesen tartok előadásokat, konferálom a hangversenyeiket, de tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy ők a kórus vonalon, én pedig a Musica Bella révén inkább a vonószenekari vonalon végzem az együttes vezetői tevékenységet. No, és hívnak, mert hogy az Alberége Szimfonikus Zenekar kapcsán is gyakorta találkozunk a személyeddel, és ez hála Istennek így van, mert hogy közel tudsz kerülni és nem csak zeneértő közönségről beszélek, hanem számtalan koncerten a kicsit az adott mű múltját, az adott zeneszerző pillanatnyi gondolatait egy-egy zenemű kapcsán, azt tőled halljuk. Ez is marad? Hogy ha hívnak, akkor hajrá? Igen, természetesen mindig nagyon örülök a fölkéréseknek, de valóban most egy olyan periódus jött el, amikor már annyi felkérés van, hogy meg kell válogatni, hogy mi az, amit el tudok fogadni, mi az, amit nem tudok elfogadni. Nem, mint hogyha nem szívesen fogadni kell mindent, de tény, hogy a prioritások miatt van olyan, amit szakmai lelkiismeretből nem tudok elfogadni. Például most ezen a nyáron is, illetve ezen a tavaszon is több mint, igen, egész pontosan 3 konferenciára kaptam fölkérést, amiket vissza kellett mondanom, mert egyszerűen nem fér bele az egyéb más tevékenységek közé. Nyilván mindent igyekszem, mindenkinek igyekszem segítségére lenni és a fölkéréseket elfogadni. Hála Istennek, hogy eddig nem sokat kellett visszautasítanom, tehát vélhetően fogunk találkozni ezeken a területeken. Az idei Harmony Albanese program füzetét például azt már megírtam
székesfehérvári zenekarnak ez már a nyomdában van, és ha minden igaz, jövő héten már kézbe is lehet venni. Röviden beszéljünk arról, hogy mit jelent számodra, általában mit jelent a zeneértők számára, hogy abszolút profi lett az önkormányzat segítségével az Alberégia Szimfonikus Zenekar. Hiszen tudjuk, hogy számtalan más ága van, ott van nekünk a Kodály, ott van a Herman, ott van számtalan olyan kórus a Primavérával az élen, az Alberégia Vegyeskar, a Vox Mirabilis. Én azt hiszem, hogy ez remek út. Ott van a Musica Bella és a többi. Az Ász Musica, igen, hát ő magában a sorozat és igen, a kórus igen. Nem különben. Én azt gondolom, hogy egy olyan kérdést tettél föl, amire végérvényesen én azt hiszem, hogy jövőre fogunk tudni válaszolni. Megmondom, mire gondolok. Az egy óriási lépés a város életében, hogy ahogy meg is írtam a legutóbbi kritikámban, hogy a vidéki nagyvárosok közül alig, hanem az első közé kerültünk ezzel a program bőséggel és ezzel a program ajánlattal, amellyel most bírunk. Épp kiszámoltam, hogy májusban 15 vagy 16 nívós zenei esemény volt Székesfehérváron. Tehát ebbe volt zenekari koncert, kamarazenei hangverseny, kóruskoncert, a Herman nap, az Ars Musicának a kamaraestje, a Vox Mirabilis bérletnek a koncertje. Itt a minőségre sem lehet igazából panaszunk, hiszen például a zenekarnak a színvonala is érzékelhetően emelkedik az utóbbi időben. Az Ars Oratoria kórus én azt hiszem egy nagyon jelentős lépés volt, mert egészen szenzációs volt a bemutatkozó koncert, és a Carmina Burana is egészen kitűnő produkciónak bizonyult. Ami kérdés, hogy a város hogy fogja tudni ezt feldolgozni. Hiszen gondoljunk bele, te is emlékszel még azokra az időszakokra, amikor Székesfehérváron egy hónapban egy koncert volt. Igen. Most pedig volt olyan 8 nap alatt 7. Tehát ez mindig egy kétoldalú folyamat. Én azt hiszem, hogy most a kínálat elérje szaladt egy kicsit a keresletnek, de ha a kereslet ezt utoléri, akkor fantasztikus dolgokat igen, fog megérni Fehérváron. Ez nem is lehet vitás, hiszen ha csak itt kivonatosan mondjuk, hogy ki mindenkit láthattunk, ugye Medvecki Ádám, Donato Rencetti, itt van Ács János velünk, Dubocki Gergő, a fiatal generáció, Selmeci Gáborral értelemszerűen, aztán Rost Andreáék, Kertesi Ingridék, Boros Csilla, igen, Miklós Erika, és így tovább. Azt mondom, hogy ez egy remek út, viszont az tény természetesen, hogy itt még fel kell nőnie egy olyan nemzedéknek, aki a klasszikus zenét meg tudja becsülni, és nem divatból jár. Igen, én azt hiszem egyébként, hogy ez is jó úton van, mert emlékszem, hogy amikor elkezdtem a kritikaírást, a Philharmonia bérlet erősen félházzal ment a színházba, és most pedig csak örökölni lehet a bérletet, ezt te tudod a legjobban. Igen. És a Farkas Ferenc bérletnek az eladottsága és látogatottsága is folyamatosan nőtt, tehát én abszolút pozitívan látom ezt a dolgot. A zenekarral kapcsolatban beszéltem természetesen Major István igazgató úrral, Major Pistivel, ha szabad így mondanom, hiszen együtt jártunk zeneiskolában annak idején. Tehát ezt jeleztem, és nyilván ők is ezt figyelik, hogy alakul a közönség igény és a zenekar által kínált programoknak a viszonya. Tehát, hogy lesz-e olyan látogatottság ezeknek a koncerteknek, amely tartósan is emelkedő rátát mutat. Az tény, hogy a programokban én nagyon nagy örömmel érzékelem a hatalmas előrelépést, Bruckner szimfóniát hallottunk. Hát ki gondolta volna akár csak 5 évvel ezelőtt, hogy a Székesfehérvári zenekar eljátszik egy Bruckner szimfóniát, ráadásul ilyen jól. Óriási várakozással nézek a július 4-i koncert elé, a Harmony Albenzész nyitóestjén, Monteverdi Vespro della Beata Vergine című fantasztikus egyházzenei remek műve szólal meg, alig ha nem székesfehérvári bemutatóként. Ez egy egészen kivételes remek műve a zenetörténetnek, amit itt fogunk hallani a mi városunkban, amire szerintem évszázadok alatt nem volt példa, de említhetném az Ars Oratoria nyitókoncertjén a Buxtehude Membra Jesu Nostrit. Szóval csodákat élünk meg, mondhatnám, olyan élményekben részesülünk, ami egy nagyvárosban, mondjuk egy Budapesten mindennapos, de Fehérváron minden egyes ilyen alkalom egy ajándék. Hogyha ezt tudjuk folytatni, és a közönség igénye és a közönségnek az érdeklődése az ilyen töretlen marad, sőt növekszik, akkor azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon komoly lépést tettünk előre a székesfehérvári kultúrában, és az országos zenei térképen egy pozíciót fogunk tudni elfoglalni. Én nagyon remélem, hogy
hogy ehhez valóban lesz lendület, kitartás. A zenekritikán nem fog múlni, azt most mondom. Ahol ott tudok lenni, ott leszek, és be fogok számolni ezekről a fejleményekről. Ebben biztos voltam. Ebben biztos voltam, Balázs. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És természetesen találkozunk. Köszönöm. Lesz program bőségesen. Lesz. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Szabó Balázs zenekritikus, zenepedagógus volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Székesfehérvár várja önöket remek koncertekkel. Viszontlátásra!